Magyarországon alapított családot, és itt is gazdálkodik lassan negyed százada, Márkus Sieber. A családnak Baja mellett vannak földterületei, ahol valamikor a dunai svábok éltek. Búzát, árpát, napraforgót, kukoricát, csemege kukoricát és repcét termel. Ez utóbbit meglehetősen nagy mennyiségben, mert vannak olyan részei a birtoknak, ahol a föld minősége nem is nagyon enged mást. Ha van elég csapadék, akkor 3,6 tonnás a termés átlag. Ha kevés, akkor 2,2-2,4 tonna közötti termés a jellemző. Amikor meglátogattuk, Markus a legfrissebb repceültetvényt mutatta meg nekünk. Ez a tábla szeptember 20-án vetettünk, az a relatíven késő. Régen, az a 18 év ezelőtt mindig ez volt a cél, augusztus 20 után kezdtünk repce vetni. És igazából két lehetőség volt, kelt a repce, vagy nem kelt, és az a repce, az most az én véleményem, ami augusztus 20 után már kell, az olyan nagy lesz ősszel, ha sokszor kell regulátorozni, nagyon szépen néz ki, csak aratáskor, mikor jött a kombájn, ez a repce, ami ősszel nagyon szépen mutat, az a termés átlagos volt. És én gondolom, ha most visszaemlékszünk, régen ilyen október kezdte hideg. És most, az utolsó 3-4 év, hát most is van, nem tudom, 13-14 fok van, egész október nagyon meleg volt, és azért mi a repcevetés, mi ezt most hátra csúsztunk, úgy jelent, mi ilyen szeptember eleje közepe szoktunk kezdeni. Hogyha most ennek a repcetáblának nézzük a fejlettségi állapotát, akkor mit tudsz róla elmondani, hogy ez elég fejlett vagy túlfejlett? Ez a repce, ami itt van, szeptember 20-án vetettünk, és csak 30 csíra per négyzetméter. Also relatíven ritkán is vetettünk. Ez a repce most ilyen 8 leveles állapot van. Ha marad ez a jó idő, vagy ha nem jön a nagyfat, az kap még egy vagy két levél, és én gondolom, az a 8 vagy a 10 leveles állapot, ha jön a tél, én gondolom, az ideális. Markus Sieber nagy hangsúlyt fektet a tápanyag utánpótlásra. A tervezett hozam és a talajmintavétel alapján határozza meg a vetés előtt kijuttatott foszfor és kálium mennyiségét. A télt követő, a februári és a márciusi nitrogén kijuttatást pedig az őszi zöld tömegmérés alapján tervezi meg. Mindezeken túl Markus már 8 éve alkalmazza a magyar fejlesztésű, itthoni gyártású Huminus technológiát, kihasználva a humin és fulvorsavak jótékony hatását. Ott jártunk előtt, egy héttel kapta meg az ültetvény az őszi kezelést. Mit csinál ez a huminsavas technológia ezekkel a talajokkal, a növényekkel? Én úgy gondolom, az erősít a növények, segít neki a tápanyag fölvétel, és ilyen stresszhelyzet, a huminis segít áthidalni ez a stresszhelyzet. Persze, ha egy hónap nincs eső és van 35 fok, ott semmi fog segíteni, de ilyen egy-két hét, ahol nincs eső, vagy nagyon meleg van, ott a huminis segít a növénynek. A stresszkezelés nagyon fontos a jó eredmény érdekében, de hatékonyabbá tehető a huminis termékek alkalmazása, ha úgymond nem csak tűzoltásra használják, hanem megelőzésként is beépítik a technológiába. Mindig azt szoktam mondani, a megelőzés ugyanúgy, mint az emberi egészség vonatkozásában, lehet mondani még fontosabb. Hiszen már, hogyha kialakult egy erős stressz helyzet, tegyük azt fel mondjuk egy hónapos asszály, és a növény átfordult egy bizonyos ponton, akkor az már nincs olyan csodaszer idézőjelben, ami ebből vissza tudja hozni. Hogyha a stressz kezdetén kapja ezt a löketet, és itt a K2 termékünket szeretném kiemelni, amiben 17% aminosavak is van, illetve mikro-makroelemek, a stresszkezelést nagyon jól meg tudjuk oldani, de ha technológiai szinten használja a huminiszt, és már tervezetten előre bizonyos fenofázisokban és azokkal a Solvitis jól felvehető mikroelemekkel kombinálja a kondiszol termékeket, vagy éppen a K2-t, akkor ez a hatás 2-3 kezelés esetében a repcében még kifejezettebb. Hogyan fejti ki a hatását ez a technológia ezeken a növényeken? Egy 3 tonna per hektár és 5 tonna per hektáros repcehozamnál
a Humnis technológia őszi kezelés vonatkozásában legalább 2 mázsa terméstöbletet eredményez. Természetesen lesz folytatás, és van a partnereinknél folytatás 2 tavaszi kezelés formájában, ahol ezek a töbletek még tovább nőnek, akár 5-6 mázsa pluszt realizálhatnak, és nagyon fontos, hogy nagyon sok mérést végeztek a termelők olajtartalma vonatkozásában. Az idén is ez egy sarkalatos kérdés volt, nem minden évben, az idén újra, és bizony 2-5 értékkel magasabb a repce, vagy éppen a napraforgó olajtartalma, mint sok versenytárs, és főleg kezeletlen kontrollhoz viszonyítva. A Huminis kisparcellás üzemi kísérletekkel, független szakértők bevonásával tudja alátámasztani, hogy miért érdemes alkalmazni a technológiát. A kulcsszó a megtérülés. Az idei mérések is azt mutatják, hogy a kalászosoknál is megtérült, sok esetben 2-szeresen, 50-60 ezer forint per tonnás áron. Ez olajos fehérje növényeknél, más szántóföldi kultúráknál, máknál, mustánál ez a megtérülés sokkal nagyobb volt ez a mutató, akár 6-8-szoros vagy ennél magasabb is. Hogyan kapcsolódnak a termékeitek az új támogatási rendszerhez? Mert ugye ott is nagyon sok minden változás történt. Valóban 2023 év elejével indult az új agroökológiai program. Ennek keretében a Condisol termékcsalád, illetve a K2 termék egy pontot ér, amennyiben a gazdálkodók minket választanak, és szeptember 25-től az engedélyi okirat kiterjesztésre került, illetve módosításra került olyan értelemben, hogy egy kezelés is elegendő. Természetesen, amit elmondtam, a szakmai oldalról a 2-3 kezelés azt mint minőségben, termésmennyiségben, ellenállóképességben többet tud nyújtani a növénynek, és ez megtérül, de az engedélyokirat szerint az AÜB vonatkozásában már egy kezelés elegendő lehet.